Buzád a 13. századi Magyarország hatalmasai közé tartozó Hahót-Buzád nemzetség egyik legjelentősebb tagja volt. Őse a német származású Hahold, aki annak a seregnek volt az egyik vezetője, amely harmadik Istvánt 1163-ban visszasegítette trónjára. A király hálája jeléül hatalmas birtokokat adott neki, melyek között a legnagyobb a Zala alsó folyásától a Dráva folyóig húzódott. Szálláshelyét nevezték el Hahótnak, amely község Zala megye közepén fekszik. Boldog Buzád bizonyos levéltári adatok szerint II. Endre király kitűnő katonája és vezére volt az 1217 és 1221 közti 5. keresztes hadjáratban. Talán ezért kapta meg tőle a magas állami megbízásokat is. 1222 és 24 között Pozsony megyei, majd Vasi ispán lett. Az ifjú 4. Béla király kíséretéhez tartozott, amikor horvát Szlavonbánnál léptették elő 1231-ben. Amikor 1232-ben Boldog Buzád felesége meghalt, hatalmas birtokát elosztotta 3 fia között, és Isten hívását követve szerzetesnek lépett be a pesti domonkosok rendházába. Minden bizonnyal nem szentelték fel pappá, mert már idős özvegyember lehetett, de feljegyezték róla, hogy jó prédikátor és kitűnő szervező volt. Rendi neve Frumentius testvér lett. Mikor a tatárok Magyarországra törtek, s különös kegyetlenséggel pusztították Isten szolgáit, a prior megparancsolta szerzeteseinek, hogy meneküljenek, de Buzád nem törődvén az életveszéllyel kérte, hogy maradhasson és vigasztalhassa a keresztény népet, végül engedélyt kapott a maradásra. Miután társai már biztonságban voltak, Buzád elindult, hogy meghalljon Krisztusért, s ugyanerre buzdította a népet is. A templomban, mintha feszületen lenne, kitárt karokkal imádkozott az oltár előtt. Így ajánlotta föl magát egészen elégő áldozatul, s így ölték meg 1243. december 8-án. A barbárok elvonulása után visszatérő testvérek lefejezve és lándzsák alá szúrva találták, és nagyon bánkódtak miatta. Az egyik testvér már 3 napja étlen és szomjas siratta Buzádot, amikor elragadtatásba esett, s hallotta, amint a siratod vértanú mondja neki. Nem de szenvednie kellett Krisztusnak, és így bemennie dicsőségébe? A jelen idő szenvedései nem arányosak az eljövendő dicsőséggel. Erre a testvér többet már nem siratta, hanem örvendezett. A domonkos szerzetesrend felvette Boldog Buzádot, szerzetesi nevén Frumentius testvért a rendjük által tisztelt boldogok sorába. Hahóton 2009-ben köztéri szobrot emeltek Buzád tiszteletére. Letenye városa és a szomszédos Zajk község hegyi kilátótornyot építetett, melynek a Boldog Buzád kilátó nevet adták.